Még éppen csak kiszédültük a 2023-as évből, meg volt a karácsony, aztán jöttek kis vigadalom a szilveszterrel. Már is itt van a 2024-es év, és új programok következnek már is. Milyen programok várhatóak Berenemben? Igen, tehát nem hagyjuk abba a mulatságot, és folytatjuk ebben a 2024-es évben is. Ugye hát várva várt Vincent nap, ezt mindenki olyan örömmel és olyan lelkesedéssel várja, és az a legjobb az egészben, hogy már nem csak a beremendiek, hanem a siklósiek is ide lejárnak hozzánk, nem csak a kórus miatt, hanem van nagyon sok ugye baráti társaság, és akkor ők rajtuk keresztül ö, képvisel Magukat a berenni vince napon. Január 20-án fog uh, uh, megvalósulni és uh, ez a mulatság, Hagyományoknak híven veszőszentelés, boráldása, kis kulturális műsorral a kórusok, akiket mi nagyon szeretünk, Magyar Heltelendről, Siklósról, és a mi kis nyugdíjas klubos kórusunk fog fellépni. Aztán ugye a, a falu hordójának csapraverése után indul a bortúra. A nyitott pincékbe, ahol minket szívesen várnak, oda betérünk és megkóstoljuk a tavalyi borokat. Ez nagyon jól hangzik, és ez már egy jó bejáratott programról beszélünk, aminek azt gondolom, ahogy mondtad is, most már nem csak Beremendi, hanem itt a környékbeli híre is van, ami nagyon jó dolog, hiszen gyakorlatilag ezért csináljuk, hogy jól érezzük magunkat, és minél többen itt legyenek. Ezután, a program után gondolom, még mindig nem áll meg az élet, hiszen megy tovább, és, és mindig mindig újabb és újabb ötletek jönnek szerintem. Igen, itt az adventi forgatagon egy ilyen kellemes kis forradborozás közben az újonnan megalakult uh, déli szél egyesületnek kipattant a fejéből, hogy mi lenne, hogyha felelevenítenénk egy farsangi népszokást berevenden. Uh, összedugtuk a fejünket, mindenki nagyon lelkes volt, és uh, ez február uh, más harmadikán fog megvalósulni szombaton, 15 órakor mindenféle olyan dolgot szeretnénk belevenni, ami a régi időkben volt, tehát, hogy a felvonulás az hagyományosan beöltözve, sippal, dobbal, szokták mondani, jó hangosan, kiszebabát fogunk készíteni, amit a nap végén el fogunk egy tábortűznél égetni, sőt, bevontuk egy picit az óvodásokat, és ők is készítenek mindenféle kiszebábot, vagy legalábbis hozzá hasonló dolgokat, amit szülők elhozhatják a gyerekeket, és akkor ott elégethetik. Hogy azt tudni kell, hogy a kiszebábnak az a jelentősége, hogy ez egy a rosszat, a gonoszt, a betegségeket jelképező démoni alak, amit ha elégetünk, akkor azzal elégetjük a rosszat is, és nyilván elűzzük a telet is ezzel az égetéssel. Ugye mondtam már, hogy harmadikán 15 órakor fog indulni, ez a sport, sportutca elejéről, és végig fogunk menni Beremendi nyelven mondom, Gatyaszár utcán ki a fő utcára, Kosut utca, kicsit mindenhol megállunk egy picit táncolni, lehet hozzánk majd csatlakozni ehhez a felvonuláshoz, tehát hogyha valaki nem szeretné az egész útvonalat végigjárni, akkor nyilván ahol tud becsatlakozik hozzánk, lesz élőzene, új bezdámból érkeznek a, a zenészek, úgyhogy ö, elég hangosan is felbojdítjuk egy kicsit a Beremendi utcákat, most nem csak a szőlőhegyet hanem már az utcákat is, aztán lemegyünk a Petőfi utcán végig el egészen az idősek otthonáig, ahol ott is egy kis körtánccal megörvendeztetjük a, az idős ott lakókat. Aztán az utcán vissza a Szabadság térre, ahol tavaly évben volt ugye az adventi vásárok, ott azon a téren megtartjuk egy, egy kis körtáncot, a, a, a égetését, és lesz egy kis forradbor, egy kis lángos, amivel ott fogadnak minden szeret. Ez egy kicsit jótékonysági támogatói vásár is, és, és amit nagyon fontos elmondanom, hogy ez, ez az első, első, talán első alkalom, amikor egy olyan rendezvény fog megvalósulni, ahol a többi egyesületet is megszólítottuk, és mindenki hogyan tudna közreműködni a, ebben az első farsangban, amit természetesen olyan célzattal próbálunk elindítani, hogy ugyanúgy hagyománya legyen, mint ahogy a Vincenapnak vagy pedig az adventi vásároknak, és nagyon, nagyon jó, jó volt az, amikor megszólítottuk őket, és mindenki nagyon támogatólag, és nagyon minett ötlettel, hogy ő hogy tudná segíteni ezt a farsangi felvonulást, vagy magát a vásárt, vagy, vagy egyáltalán ezt az egész rendezvényt. Ez nagyon jól hangzik, és ahogy mondtad is, ez az első, de reméljük nem az utolsó ilyen alkalom lesz, és ez még egy kicsit talán bővülhet, hiszen mindig jönnek új és új ötletek, főleg, hogyha a, a, minél többen szervezik, meg minél többen vannak ötletelők ebben a történetben. És ami nagyon mindenképpen jó, ahogy kiemelted, az, hogy, hogy ez gyakorlatilag lehet mondani, hogy ez egy civil szerveződés által szervezett valami, tehát egy, olyan nem egy felülről ránk erőszakolt program, hanem ez hozta az életnek, hozta az embereknek a gondolkodás, hogy jó lenne egy ilyen program. Ez annak is lehet, hogy az is lehet, hogy emiatt többen fognak majd részt venni. Igen, a nem csak a résztvevők száma is ezzel ugye növekedhet, hanem elindult egy olyan fajta civil szervezeteknél az a fajta gondolkodás, hogy lehetnek nekik jó ötleteik, meg lehet keresni az önkormányzatot, és az önkormányzat tud ebben támogatást nyújtani. Ugye itt nem csak mindig az anyagiakról kell beszélni, hanem maga a leszervezés, az egész programnak a szervezésére, vagy pedig a... a Külön eszközöknek a, a biztosítása, ugye itt beszélünk ak akár egy sátor, akár egy pad, vagy pedig a forradbordhoz szükséges eszközökre, és mi nyitottak vagyunk, meg mindig is nyitott volt az önkormányzat arra, hogy a civil szervezetek bármilyen jó ötlettel, vagy bármi, ami akár rendezvény, akár teljes sportprogram, teljesen mindegy, miről beszélünk, hogy elindítanak valamit, és ezt ez mindenképpen támogatni kell. A másik jó dolog, hogy hogyha a sok-sok civil szervezet együtt akar dolgozni, lát benne fantáziát, hogy hogyan tudná kivenni a részét abból az adottból. Lehet, hogy nem ő volt az ötletgazda, de szívesen csatlakozik hozzá, hiszen ez a, ez a lényege a civil szerveződéseknek is, hogy ne csak akkor szólítsuk meg őket, amikor önkéntes munkáról vagy, vagy ö, ö, ilyenről van szó, hanem akkor is, amikor mulatozni, vidámkodni kell. Ez mindenképpen így van. Ha a mulatozásnál, meg a vidámkodásnál tartunk, utána a farsang a farsang, Mit tartogat a számára? Ezt a farsangi felvonulást, aztán utána ugye kezdődnek már a báli szezon. A báli szezon első ö, nyitánya lesz most február 17-én. A Sport Kft. tavaly elindította a vacsoraestjét, a támogatói vacsoraestjét, ami nagyon jól sikerült és nagyon jó hangulat volt, ezért idén február 17-én lesz ugye megrendezve ott is a forgatókönyv szinte ugyanaz, mint a tavalyi évben. 6000 forint lesz ugyanúgy a vacsora -esnek a, 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 belépője, ami tartalmazza természetesen a vacsorát is. A Happiness Duo fogja szolgáltatni a talpalávalót, és ugye már tavaly évben, amikor elkezdtük szervezni, nyilván van egy fővédnöke ennek az eseménynek, Jekli Antal, aki mindenképpen ő hozzá szerettünk volna alkalmazkodni, és ő volt az, aki ez a február 17-e épp Éppen még szabad, és, és ráért, és akkor ő is el tud jönni erre az ominózus bára, úgyhogy valószínű, hogy akkor a, a nyitás az az övé, és a polgármester lesz, aki megnyitják majd a, a szezon első, első báját. Te akkor azt gondolom, ebből elmondva már az első pár hónapban sem fognak vonatkozni a belemendiek. Már csak egy dolog hiányzik, hogy elmenjenek ezekre az alkalmakra, és jól érezzék magukat, beszélgessenek, ismerkedjenek, mert szerintem az utóbbi időben egy picit ebben volt talán hiátus a településen, és úgy tűnik, hogy talán most megtörik a jég, és egy kicsit efelé és elindul a település. Igen, én mindig nagyon optimista vagyok, hogy sosem hagyom abban még akkor is, hogyha csak tíz ember jön el egy rendezvényre. Szomorú vagyok nyilván, meg szomorú mindenki, aki azon dolgozik, hogy létrejöjjön egy rendezvény és nem jönnek el meg ellát, nem látogatják a beremendiek. De, de én nagyon idén is optimistán állok neki, és azt gondolom, hogy idén még több embert tudunk megmozgatni, és a tapasztalatok az elmúlt évekből, főleg itt a Covid után, hogy mik voltak azok, amik sikeres rendezvények voltak, és, és amit, amit nagy lelkesedéssel várnak az emberek, azt megpróbáljuk ebben az évben is megvalósítani.